A disznyóra. Ja. Egészségedre, Józsikám! Öt esztendeje döntöttek úgy Hióhagárdon, hogy a hagyományok szerint a tél végén disznóvágást rendeznek. Amolyan igaz. Nem volt más a cél, mint hogy a falu közösség télen is találjon magának olyan alkalmat, amikor összegyűlhet. Az évek alatt egyre népszerűbbé vált a program, olyannyira, hogy már a 200-nál is több vendéget várnak a vacsorára. Szerveztünk egy olyan tökéletes programot, amit én szerintem, ahol a falu lakossága végre össze tud jönni a hosszú tél után, egy kicsit vidámságba, és ahogy a, nem tudom, hogy hallatszik a háttérből, egy gyönki zenekar is éppen most énekel, és utána jönnek a medinaiak, és azt mondanám azt, hogy egy tökéletes programot lehet ezt szervezni arra, hogy jó érezze magát a lakosság. Kimondottan azért indult, mert ugye van tavaszi programunk, van nyári programunk, két évente a szüreti felvonulás az egy őszi programunk, és télre nem volt programunk, és erre találtuk ki azt, hogy ugye a tél összefügg erre, hogy disznóülés, és akkor ez legyen a téli falunap. A disznóvágáshoz hagyományosan csatlakozik a pálinka is. Így magától értetődően pálinka versenyt is hirdettek a szervezők, de erre majd még visszatérünk. A falunapi vigadalom mellett azért fontos a hagyományok ápolása is, mondja Ifjú Szabadi Mihály házigazgatója. Most már egyre inkább közelítünk a hagyományok felé, hát tavaly még fél disznót dolgoztak fel, készen hozták, félkészen, most már itt lett levágva a disznó, tehát közelítünk a hagyományok felé, ez valamennyire pozitív, ez tetszik a falunak is. Ez egy rendhagyó disznóvágás, mert bográsozás van, ami nem igazán volt szokás disznóvágáskor, de most pont egy ilyen ötlet volt, ami ez megint megosztotta egy kicsit a falut, valakinek tetszik, valakinek nem, de most egyszer ilyen lesz. Túl sokan azért nem bográcsoztak, és a vállalkozók között így is volt olyan, aki az Agárdon hagyományosan a disznóvágáshoz köthető pörkölt fajtát tette a zsűri elé. Délutánra már javában folyt a munka és a felkészülés az esti vacsorára. A malac minden porcikája a konyha alapanyagává változott. Mai napon tradicionális disznóvágásos ételeket készítünk, húsleves, szérnametéltel természetesen, ezen kívül a töltött káposzta lesz a főfogás, mellette sül a hurka, kolbász, amit fönn a fiúk töltöttek be a disznóvágáson, és különböző sült húsok, a hagymás sült tarjától, a kolbásszal töltött karaig, és sült csülök lesz még a mai menü. Ott fönt készítettek reggelire sült oldalast, pecsenyét, sült májat a nyugdíjasok, köszönjük nekik a segítséget, úgyhogy lényegében ennyi a mai nap. Az arányoktól csak annyit, hogy közel 80 liter aljaleves készült. A főszakács számára is kihívás volt az ételek elkészítése. Ez nem a menü, természetesen, tehát nem az, amit a mindennapi munkavégzés során készítünk. Itt mindenből föl van emelve az alapanyag, a fűszerek, a mennyiség, tehát itt minden emelten készül, úgyhogy természetesen máshogy kell gondolkodnunk benne. Miközben a csülkök pirultak a sütőben, és a hurkák és kolbászok is sültek szépen, a pálinka kóstolás is befejeződött. Nagy meglepetést nem okozott a verseny, mondta a zsűri elnöke. Kitűnő pálinkákat kóstoltunk, főleg gyümölcspálinkákat, de volt köztük törkölypálinka is. Természetesen a legjobb pálinka, ez egy kuráns gyümölcsből, a birzsből készült, ami Siogárdon hagyományos gyümölcsnek minősül, és egyre kevesebben készítenek belőle. A pálinkát ezt nem hidegen fogyasztani, hogy a szobahőmérsékleten kell, akkor adja ki az ízeket, akkor adja ki a gyümölcsösséget, és nem szabad brutál erősre főzni. Az a fogó pálinka, amit disznóvágáskor ugye egy 52-es vagy 55-össel felbátorodik az ember, az nem való egy pálinka versenyre. A pálinka versenyre a megfelelő alkoholfokú, megfelelő fogyasztásra, megfelelő előkészített színvilágban, lepárlásban és nagyon jó szefrőből készült pálinka lehet csak.
A legjobb pálinkát Vég Lajos készítette, olyannyira, hogy a második díj is az ő terméke volt. A világban, melyet Agárdon álmodtak, fontos szerepe van a hagyományoknak, a közösségnek, az együvétartozás élményének és a jókedvnek. A levágott disznó ennek a gondolatnak az oltárán volt áldozat.